Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2021. november 15-én tartandó nyilvános testületi ülésünkön. Szeretném jelezni a jegyzőkönyvvezető felé, hogy a képviselőtestületi létszám összesen 9 fő, ebből jelen vagyunk jelenleg 6-an. Kléri Bertalan és Bohala István képviselő úr igazoltan van távol betegség miatt, Karsi Attila pedig hamarosan érkezik, csak az igazgatói teendőiből adódóan van még egy más feladat, ami miatt csúszik a programja. Így kijelentem, hogy a képviselőtestületünk mai ülése az határozatképes. A napirendi pontok elfogadására teszek javaslatot úgy, hogy első napirendi pont előtti napirendi pontként vegyük be a külső bizottsági tagsági eskütételt. Ki az, akinek van egy más kérdése, javaslata, módosítója a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincsen, akkor szavazásra bocsájtom. Ki az, aki támogatja a napirendi pontok módosítóval való elfogadását? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Egyhangúan megszavaztuk. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunk a külső bizottsági tagi eskütétel. 2021 júliusában, hogyha jól emlékszem, felkértük az első rendkívüli testületülésünkön, amikor összetudtunk ülni a koronavírus járvány után, felkértük Juhász Adriánnát, Abújdelecseri lakost, a pénzügyi bizottság külső bizottsági tagjának a pozíciójának a betöltésére, aki elfogadta ezt a megbízatást így. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy a következő időszakban segíteni fogja a munkánkat, és nem csak a pénzügyi bizottsági munkát, hanem a városfejlesztési munkát is, mint szakértője a városfejlesztésnek és a pályázatoknak. Így az eskületételére kerül sor a mai napon. Kérem Juhász Adriánát, illetve kérek majd mindenkit az eskü alatti felállásra, hogy akkor utánam mondva, az én utánam a nevével mondja el az esküjét. Én Juhász Adriána. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi tisztségemből. Eredő feladataimat. Encsváros fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Köszönöm. Igen, szeretnélek megkérni arra, hogy fáradj ki ide hozzám, és akkor az eskü okmányt. És át is adom neked nagyon szépen. Köszönöm szépen. És köszönjük előre a munkádat. Köszönjük szépen Juhász Adriána leendő segítségét a külső bizottsági tagként a pénzügyi bizottságban. Munkájához kitartást és jó egészséget kívánok. Bízunk benne, hogy a következő években jó eredményeket tudunk elérni közösen. Az első napirendi pontot lezárom. A második napirendi pont a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés. Az eddigiekhez képest kicsit kevesebb lejárt határidejű határozatunk van, röviden beszámolnék róla. A 65/2021-es határozatunk a civil szervezetek támogatásáról szólt, a polgármesteri hatáskörbe rendelt civil szervezeti támogatásoknak a támogatási szerződések megkötése a beadás ütemben megkötésre kerültek. Fordulok jegyzőasszonyhoz, hogy a bejelentésnél kell-e itt élnem, vagy mondhatom-e itt is. Köszönöm szépen, hiszen ide tartozó téma. Mivel hogy folyamatában érkeztek be a pályázatok, és hosszabbítva lett a határidő,
Így az előző testületülés óta két darab civil szervezetnek adtunk természetbeli vagy pénzügyi támogatást. Az Encsi Nyugdíjas Klub később adta be a pályázatát, őket 40 ezer forinttal támogattuk, a Magyar Vöröskereszt Encsi tagszervezetét pedig 80 ezer forint természetbeni juttatással támogattuk, ezzel is motiválva az Encsi véradóknak a megjelenését a véradáson. A 64/2021-es határozatunk a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 22. évi fordulójához való csatlakozásról szólt. Ez a csatlakozás megtörtént, a tanulóknak az ösztöndíj rendszerben való részvételről november 5-ig adhatták be a jelentkezésüket, ezeket megtették. A 70 és a 71/2021-es határozatunk a 2021 és 2035 közötti, illetve a 2022 és a 2036 közötti borsodvízes gördülőfejlesztési tervek elfogadásáról szólt. Így a Borsodvíz ZRT közreműködésével ezek a gördülőfejlesztési tervek elfogadásra kerültek és megküldésre kerültek. Sok szeretettel köszöntöm közben Karsi Attila képviselő urat. Így jelzem a jegyzőkönyv felé, hogy a képviselőtestület 6 fő helyett 7 fővel vesz részt jelen, és továbbra is határozatképes. A 79/2021-es határozatunk a beiskolázási támogatás összegének meghatározásáról szólt az előző testületülésen, így a beiskolázási támogatás majdnem teljes összegében kifizettük. A november 5-i állással még 7 darab készpénzes kifizetés volt folyamatban, ami már nem rajtunk múló lassítása volt a rendszernek, hanem külső tényezők miatt. A 80/2021-es határozatunk az Encsi Művelődési Sportközpont könyvtár intézményvezető állásának pályázati meghirdetéséről. A pályázat kiírásra került, két pályázat került benyújtásra határidőn belül, de az indítványoknál fogunk a bizottságról is dönteni majd, és a továbbiakról. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy esetlegesen van-e észrevételük, kérdésük, hiányérzetük. Amennyiben nincsen, akkor elfogadásra javaslom a napirendi pontot. Ki az, aki támogatja, ki az, aki nem, és ki az, aki tartózkodik. Egyhangúan elfogadtuk a lejárt határidő határozatok végrehajtására szóló polgármesteri jelentést. A harmadik napirendi pontunk az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezési irányvonalainak, a 22-es éves költségvetésnek a koncepciójának az elfogadása. Kérdezem első körben Molnár Német Erzsébetet, a pénzügyi iroda vezetőjét. Köszönöm, polgármester úr, a napirendi pontot a bizottság ülésekkel megtárgyaltuk. Elfogadták. Köszönöm. Én nem kívánok hozzászólni. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságokat, hogy esetleg amelyik bizottság tárgyalta, kíván-e hozzászólni. Megadom Major Éve pénzügyi bizottság elnökének a szót. Köszönöm szépen. A koncepciót alapvetően elfogadtuk, aggodalmunkat fejeztük ki a bizottság teljes létszámában az irányban, hogy mennyire fog bérfeszültséget okozni a jövő évi adóváltozás, ami a 25 év alattiakat és a minimálbért illeti, valamint a meghatározhatatlan energiaárak lesznek még olyan hatással a költségvetésre, ami jelenleg megsatszolhatatlan szerintem. Félő, hogy a fejlesztési kereteket fogják felemészteni ezek a tételek, valamint folyamatosan figyelni kell a változásokat. Szombaton is pénzügyi kabineti ülésen elfogadták, hogy eltörlik jövő évtől a szakképzési hozzájárulást, és csökkenni fog a szociális hozzájárulási adó, amit úgy kell majd tervezni a költségvetését minden intézménynek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban. Amennyiben nincsen, akkor én a 2022. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javaslom. Ki az, aki támogatja a koncepció elfogadását? Ki az, aki nem? És ki az, aki tartózkodik? Egyhangúan elfogadtuk az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezési irányvonalait. A negyedik napirendi pontunk beszámoló az önkormányzati fenntartású intézmények tevékenységéről.
A PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ, az Encsi Csodavár Óvoda és Bölcsőde, az Encsi Polgármesteri Hivatal, az Encsi Területi Egészségügyi Központ és az Encsi Művelődési Sportközpont Könyvtár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót határidőben benyújtotta a képviselőtestület felé. A Humán Ágazati Bizottságon minden intézményvezető részt vett a megbeszélésen, aki nem volt, köszönöm szépen, aki meg volt egy olyan intézményvezető asszonyunk, aki igazoltan volt távol. Így az első kérdésem az intézményvezetők felé lenne, hogy szeretnék-e szóban kiegészíteni a beszámolót. Rendben, amennyiben nem, kérdezem a bizottságokat első körben, hogy szeretnének ezzel kapcsolatban hozzászólást kérni. Karsi Attila, a Humán Ágazati Bizottság elnökének megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Ahogy az elhangzott, minden intézményvezető meghívása került a bizottság ülésre, mint ahogy az ilyenkor lenni szokott. Mindegyik őket megkértük, hogy emelje ki azokat a legfontosabb elemeket az előző évi beszámolóból, amit úgy gondolja, hogy külön hangsúlyosak, érdemes róla beszélni. Természetesen, mint egy ilyen beszámoló alkalmával, sokszor nem is csak a múlt évre, hanem erre az évre, illetve a jövőre is terelődött a szó. Én azt gondolom, hogy összességében mondhatjuk az intézmények munkájáról, hogy a bizottság egyhangon elfogadja a beszámolókat, megköszöni az ott dolgozók munkáját, különösen arra való tekintettel, amilyen nehézségek, mint annyiunk által ismert nehézségek az előző évben voltak. És természetesen kihangsúlyozva azt, hogy mindegyik intézmény a saját profilján belül elég komoly kihívások előtt áll. Itt ugye talán a legtöbb szót a Területi Egészségügyi Központról ejtettük, ami nem is csak a helyi sajátosságok miatt fontos, de nyilván tisztában vagyunk az egészségügy helyzetével, az orvos utánpótlással, az ápoló utánpótlással, a szakrendelések helyzetével, és minden elismerésünk azoké a szakemberek, akik kitartóan végzik a munkájukat. Az egyéb önkormányzati intézmények esetében a már megszokott színvonalat, itt is a megszokott színvonalat tapasztaltuk. Amit a következőkben szeretnénk javasolni, és erre vállalkoztunk is, hogy az alapjait megtesszük, hogy egységes és jól kezelhető, jól olvasható beszámolókat kapjunk, ne legyenek terjedelmi eltérések, ne legyenek olyan információk, amik esetleg hiányoznak belőle, vagy amik esetleg nem helyén valók. Egy egységes formátumú beszámolót szeretnénk kidolgozni, mert egy beszámoló sablont, amit a következő év beszámolóhoz az intézmények rendelkezésére bocsátunk. Ezzel együtt elfogadásra javasoljuk mind az öt intézmény beszámolóját. Köszönöm szépen. Kérdezem a mint képviselő, vagy mint bizottság? Bizottság. Akkor megadom Major Éva, a pénzügyi bizottság elnökének a szót. Köszönöm szépen. Tárgyaltuk mi is mindegyik beszámolót. Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, a beszámoló elkészítésébe fektetett munkát is köszönjük szépen. Tényleg volt, aki nagyon terjedelmesen is, és hosszan sorolta a tevékenységeket, és nem volt mindennek ellenére untató a dolog. A polgármesteri hivatal beszámolója mellékleteként megkaptuk az adó tartozással rendelkezők listáját, amivel kapcsolatban észrevételeztük, hogy valószínű, hogy többeknek a határidő elkerülte a figyelmét, és egy jelzéssel szeretnénk élni a lakók és a vállalkozók felé, hogy szeptember 15-e volt a kommunális adó és az iparűzési adó befizetésének a határideje, ami valószínű, hogy sokaknak elkerülte a figyelmét, akik mondjuk nem használják napi szinten az ügyfélkapujukat, akik oda kapják az értesítést. Viszont szeretnénk indítványozni azt, hogy sem az önkormányzat, sem intézményei ne kössenek sem vállalkozói, sem megbízási szerződést olyan magánszemélyekkel vagy vállalkozásokkal, akinek az önkormányzattal szemben adótartozása van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyzőasszonyhoz fordulok, hogy ezt külön tárgyaljuk az indítványok bejelentések napirendi pontnál, vagy ezt most erről szavazhatunk, akkor sorrendiség a legutolsó, az első. Köszönöm. Még előzetesen kérdezem a bizottságokat, illetve a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása, indítványa,
véleménye, akár az újjal, akár a fő napirendi ponttal kapcsolatban is. Karsi Attila képviselőnek megadom a szót. Volt általam ez a javaslat a pénzügyi bizottságnak, hogy ne kössünk szerződést azzal, akinek adótartozása van. Ez elég komoly problémákat felvet már most is. Nem azt mondom, hogy ne támogassuk a döntést, de hagyjunk időt minden vállalkozónak, hogy ezt megtegye ennek a pótlását. Minden bizonnyal van már olyan élő szerződésünk is, akivel szerződés van az önkormányzat intézményének, és mégis van adótartozása. Tehát én célszerűnek tartanám, hogyha egy bejelölt határidőn belül a felszólítás megtörténik, és ha ezt nem pótolja a vállalkozó, akkor nem. Onnantól kezdve mondjuk a következő január 1-től nem kötünk vele megbízást, hogy tudjanak arról a döntésről, és ne akkor szembesüljenek, amikor éppen visszadobjuk a megbízást. Köszönöm szépen. Egyfelé gondolkodunk, nekem is ez lenne a konkrét javaslatom is, hogy én azzal a módosítóval élnék, hogy az indítványt kiegészíteném azzal, hogy ez 2022. március 15-i állással, tehát hagyjunk egy jelentős határidőt arra, hogyha valakinek adótartozás van, építményadó, kommunális adó, vagy iparűzési adótartozása van. Kérdezem így a képviselőtestületi tagokat először, és akkor megadom Konyi Ruditnak a szót, képviselőasszony, parancsolj. Tudok elképzelni, mert azt gondolom, hogy mindenkinek van egy kötelessége, amit teljesítenie kell, ugyanúgy nekem, neked, bármelyikünknek. Én azt gondolom, hogy eddig is megtette a pénzügyi iroda, hogy kiküldte a fizetési felszólítást, és közben nézek a pénzügyi iroda vezetőjére. Egyenleg értesítők kimennek, tehát neki ugyanúgy tudnia kell azt, hogy van tartozása, mint ahogy nekem is tudni kell. Én azt gondolom, hogy maximum, tehát 2021. december 31-ig adjunk türelmi időt, mert én azt gondolom, hogy nem elfogadható az a hozzáállás, és meg lehet nézni ezt a listát, hogy vannak notórikus nem fizetők. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk valaki egy magánszemély a 3000 forintos kommunális adóját nem fizette be határidőre, hanem vannak olyan vállalkozók, akik évek óta nem fizetnek bizonyos tételeket be az önkormányzat számlájára, és ezáltal bizony az önkormányzatnak, hogyha itt összeadnánk, hogy milyen kintlévőségeink vannak, tehát ez megközelíti a 60 millió forintot, ha így nagyjából összeadom fejben. És én azt gondolom, hogy ezt nem szabad tovább halogatnunk. Mai nap, ha ezt a döntést meghozzuk, szerintem még december 31-ig, akinek van tartozása, nyugodtan be tudja fizetni. Úgyhogy én azt javaslom és azt kérem, hogy december 31 legyen az a határidő, amit meg tudunk adni a vállalkozóknak vagy bárkinek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon Pau József képviselő úr. Én is úgy gondolom, hogy időt kell adni, mégpedig azért is, mert akár akaratán kívül is kerülhet olyan helyzetbe egy vállalkozó, hogy kellő időben nem tud fizetni, illetve nem tudja elutalni a hátralékát. Ugyanakkor valóban meg kell vizsgálni azt a helyzetet, hogy kivel köt az önkormányzat szerződést, és mennyi idő ideje tartozik azt is megvizsgálni. És én úgy tudom elképzelni, hogy ha 2-3 éve tartozik, akkor gondolom, hogy már az nem akaratán kívül van. De hogyha 2-3 hónappal lépte túl a fizetési időt, akkor még az talán belefér. Én ezzel szeretném kiegészíteni. Köszönöm. Még reflektálnék az időpontra, hogy nem probléma, nem leuralva a képviselőtestület objektív döntéshozatalát. Azért javasoltam március 15-i határidőt, mert az lesz a következő adóbefizetési határidőnk, illetve nagyon sok olyan kérdéskört nem említ az indítvány, amelyben nem tekinthetünk el. Ilyen például az, hogyha valaki például részletfizetési megállapodást szeretne kötni velünk, amire van lehetőség, hogyha nagyobb adótartozása van. És azért lenne jó a március 15-i határidő, mert addigra, hogyha ne talántán megkötjük ezt a részletfizetési megállapodást, és hogyha addig nem teljesíti a részleteket, akkor már le tudjuk vonni a konzekvenciát, és ki tudjuk zárni ezekből az általunk indított, nem nyílt közbeszerzési eljárás során elindított eszközbeszerzés, kivitelezési, szolgáltatási, megbízási szerződések alól. Jól mondtam, nem? Hogy mondjad nyugodtan? Csak mire emlésztél? Bratu Ferenc képviselő úrnak adom meg a szót. Hát én nekem csak annyi lenne hozzászólásom, hogy természetesen időt kell nekik adni, hogy befizessék az elmaradásukat.
mert azért volt olyan vállalkozói réteg, akit egész az a Covid magyarán pandémia egész keményen megérintett, úgyhogy adni kell nekik időt, még egy kicsikét úgy helyre állnak, ha valaha meg is fog történni. De én inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy évek óta látva ezeket a tartozásokat, nem a kis befizetőkkel van a gond, hanem akik már évek óta milliós nagyságrenggel tartoznak, és azokat már sajnos sose fogjuk látni. Csak ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. A polgármesteri hivatal 2020. évi beszámolója kitér rá külön is, hogyha jól emlékszem az adóhátralékokra, és azon belül is jelezte a jegyzőasszony, hogy kik azok az olyan befizetők, akár az abújbútoripar, vagy az abújbútorgyár, egyén más olyan befizetők, akiknek esetlegesen mondjuk építményadóban 6 millió forint tartozása van, de jelenleg felszámolás alatt, vagy megszűnt cégekről van szó. Erre egy teljesen más eljárásrendet kellene bevezetnünk, ezeket a tartozásokat véleményem szerint ki kellene fizetni, illetve nem lenne szabad elengedni azt sem, hogy az elévülési határidőn belül ezeket a mondjuk 500 000 forint feletti összegeket akár végrehajtás útján is behajtsa a város, hiszen ezekből a forrásokból tudjuk fejleszteni, élhetőbbé tenni a városunkat, hogy történt is az elmúlt. Most mondanám azt, hogy másfél évben, de ez nem igaz, mert több éve, évtizede így történik. Én, ha nem haragszik meg a pénzügyi bizottság elnöke rám, én a módosító módosítójával, vagy ha jól értettem, akkor egy képviselő úrnak volt egy módosító javaslata, vagy csak a határidő? Jaj, nem, de most ebben az indítványban nem volt most. Nem volt. Nem volt. Tessék? Ja, parancsolj. Én a hangsúlyt azon látom, hogy amit mondott pénzügyi bizottság vezető asszony, hogy akivel szerződést kötünk. Tehát azokon van a hangsúly, tehát hogyha mi pénzt adunk valakinek bizonyos szolgáltatásért, mi kifizetjük határidőbe, akkor elvárjuk azt, hogy azok a személyek befizessék az adott adót az önkormányzat felé. Tehát lehet itt határidőket megállapítani, sőt én is támogatom, hogy valamilyen türelmi időt biztosítsunk, de itt azokról van szó, akikkel mi szerződést kötünk, és mi fizetünk nekik. Értem. De nem tértünk ki másra most, tehát most egy kicsit elkalandoztam itt a végrehajtás meg egyéb más miatt, de a fő indítvány az arról szól, hogy ne kössön úgy az önkormányzat, illetve intézményei szerződést olyan vállalkozóval, amelynek adótartozása, iparűzési építményadó és kommunális adótartozása áll fenn, és nem csak vállalkozó, hanem magánszeméllyel megbízási szerződést is, hogyha jól értem. Akkor az első javaslatom a határidő lenne. Lehet így, jegyzőasszony? Hogy visszamenőlegesen? Tehát, hogy visszafele menjünk? Mert akkor a kérdésem az, hogy parancsolj, képviselőasszony. Most én is azt mondom, hogy akkor legyen határidő a szerződéskötés dátuma. Tehát, hogyha mi szerződést akarunk kötni jövő február 28-án, valakivel, és neki adótartozása van, akkor nem szeretném, ha március 15-e lenne ez a határidő, hanem legyen a szerződés kötés dátuma. És azonnali hatállyal szeretnéd bevezetni, akkor szeretnéd bevezetni, hogy jól értem. Tulajdonképpen igen. Jó. Akkor ez a... Szeretném megkérni képviselő azt, hogy még egyszer, hogy a határozat, vagy az indítványát, nem tudom, le van neked írva? A jegyzőkönyvben van. Fel tudnád még egyszer olvasni, és akkor arról szavaznánk, csak én nem jegyzeteltem közben, hogy mondta. Vagy ide tudod adni, és akkor? Nem feltétlen egyébként egy határozott javaslatforma ez. Nálad esetleg van megfogalmazás, hogy lehetne ezt megfogalmazni, jegyzőasszony? Bocsánat. Igen, valami olyasmit beszéltünk mi is erről, ugye elnök asszonyal az ülést megelőzően. Úgy kellene szerintem az elhangzottak alapján ezt megfogalmaznunk, hogy az önkormányzat, a képviselőtestülete indítványozza, hogy a jövőben sem az önkormányzat, sem az önkormányzat intézmények a polgárjogi szerződéseket, illetve ebbe értve a megbízási, vállalkozási, szállítási, tehát bármilyen beszerzéshez kapcsolódó szerződést ne kössenek olyan
magánszeméllyel, jogi személlyel vagy egyéni vállalkozóval, akinek Kecskemét önkormányzata felé érvényes el nem érvényt adótartozása van. És ez ugye ebben az esetben jövőre kötendő szerződések vonatkozik, és már a szerződéskötés időpontjában fent kell ezen feltételnek állnia, hogy nincs adótartozása. Ez hasonlóan kellene, hogy működjön, mint ahogyan jelenleg a pályázati rendszer miatt működik a vállalkozóknál, ugye a köztartozás mentességet hogy igazolja, úgy lehet csak beadni a pályázatot, és ebben az esetben ugye jönnek is, és mondják, hogy adjunk igazolást, hogy nincs adótartozás a helyi adóhatóság felé, amelynek persze az a feltétele, hogy valóban teljesíti a kifizetéseket, és a pályázatok miatt ennek eleget is tesznek. Hasonló eljárásrendet kellene akkor bevezetni az ENCSI intézményeknél is, tehát az önkormányzat intézményeknél, hogy az akkor hajlandó szerződés, illetve akkor lehet szerződést kötni ezekkel a külső vállalkozásokkal, magánszemélyekkel, intézményekkel, ha az adóhatóság kiállítja, és szerintem ez a legegyszerűbb módja, a köztartozásmentességi igazolást, és az intézmény akkor köthet szerződést, ha ezt tudja prezentálni. Ha nincs, mert én nem adom ki, mint Tencsváros adóhatósága, mert látom, hogy adótartozása van, akkor pedig szerződés nem köthető. Jó. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, észrevétel? Konyarodít képviselőasszony. Bocsánat, én jegyzőasszonyhoz szeretnék egy kérdést intézni, hogy mi is beszéltünk erről, és hogy mi van azokkal, akik kikérik a részletfizetési lehetőséget, és mégsem teljesítik. Tehát szerintem még azt is érdemes lenne akkor belefogalmaznunk ebben. Én azon maximálisan egyetértek, amit elmondott jegyzőasszony, és én támogatnám is, csak hogy még erre térjünk már ki, hogy aki a részletfizetést sem teljesíti határidőre. Köszönöm. Köszönöm. Annyit mondanék képviselőasszonynak erre, hogy természetesen addig, amíg a részletfizetési megállapodás az adóhatóság és az adós között él, addig ő nem minősül tartozónak. Tehát elméletileg a szerződést ugye meg lehet vele kötni. Akkor ebben az esetben kellene szerződési feltételként általánosítani egy olyan kitételt, hogy amennyiben az adó köztartozás mentessége ugye tehát a kiadott igazolás alapján részletfizetés miatt van, ha részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor ez felmondási vagy szerződés azonnal megszüntetési indok legyen. Tehát ezt bele lehet nyugodtan így fogalmazni. És ez célszerű is valóban. Köszönöm szépen. És 2022. január 1-től? Től alkalmaznánk ezeket mondjuk, igen. Van-e esetleg kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Megharagszik rám a képviselőtestület, hogyha nem mondom el még egyszer jegyzőasszonynak a szavait, de a célját tudom. Tehát 2022. január 1-től csak olyan polgárjogi szerződéseket köthetnek vállalkozókkal, magánszemélyekkel, egyéni vállalkozókkal, az intézmények, illetve az önkormányzat, akik köztartozásmentesek. Ki az, aki támogatja ezt a indítványt? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik, akkor 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással. Rendben. És a legfontosabb, a negyedik napi rendi pontról való beszámoló elfogadása az önkormányzati fenntartású intézmények tevékenységével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van-e még kérdés a képviselőtestületi tagoknak, amennyiben nincsen, akkor elfogadásra javaslom, ki az, aki támogatja az önkormányzati fenntartású intézmények tevékenységéről szóló 2020. évi beszámoló elfogadását. Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? 7 igen, egyhangon elfogadta a képviselőtestület a negyedik napi rendi pontot, a beszámolókat. Az 5. napi rendi pontunk az indítványok, bejelentések, amelyben szeretnék egy módosítást kezdeményezni a pénzügyi bizottsági ülésen való részvételt. Én is megéltem, így a 3 előzetesen benyújtott indítványból a másodikat, a számlázási anomáliából származó fiktív összegek törlésének az engedélyezése indítványt levenném a mai pontok közül, és a bizottsági ülésen megfogalmazott egyéb utánajárási folyamatok után tárgyalnánk újra, ha egyáltalán szükséges újra tárgyalnunk, mint képviselőtestület, ezt az indítványt. Ki az, aki támogatja ezt a módosítót, ki az, aki nem, ki az, aki tartózkodik, így a második indítványunkat levettük, a számlázási anomáliából származó fiktív összeget törlésének engedélyezése az indítványok közül.
Az első indítványunk az Encsi Művelődés és Sportközpont Könyvtár magasabb vezetői pályázata pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak a kijelöléséről. A bizottsági tagok megválasztására tettem javaslatot előzetesen. Kérdezem először a bizottságokat, hogy volt-e ebben módosítás a bizottság ülésen, vagy egyéb más javaslat. Megadom Karsi Attila, a bizottsági elnök úrnak a szót. Köszönöm szépen. Bizottsági ülésen nem volt módosító javaslat. Elfogadtuk, itt ugye 4 névről van szó, és hogyha jók az információim, akkor 4 tagú is lehet a testület, de én tennék javaslatot egy 5. főre is, hogy szavazategyelőség ne alakulhasson ki. Én ebben a bizottságban, mint Paul József, bizottsági elnök urat szeretném delegálni. 5 fős a bizottság. De itt csak 4 név van felsorolva. 5 név van, nem? Karsi Attila, Major Éva, Santó Marianna, Urbán Nikléri Szilvi és Mátyás Edina. Éva itt nekem nem szerepel benne. Ki nem szerepel? Éva nem szerepel benne. Nem szerepel? Tessék? Nem, hát mert ezt írtam alá, csak... Jó, akkor viszont visszavonom és elfogadom. Szóval ti bizottsági értőkötök hibás, akkor mert rendben. Javaslatban megvolt. Rendben, akkor megvan ezt az ötletet. Ezt netről töltöttem le, most ami e-mailen ment ki. Tehát ez mostani letöltés, amit a jegyzőasszony küldött ki e-mailen. Biztosan. Igen. Akkor én elfogadom azt az előterjesztést. Még nekem. Jó, akkor így nincs. Nem, itt a cél az volt, hogy bizottsági elnök kerüljön még esetleg. Jó, igen, úgyhogy... igen, értem. Próbáltam ennek megfelelő döntést hozni, hogy az 5 fős bizottság meglegyen. Akkor kérdezem a képviselőtestület tagokat, van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat. Meg kell kérdezem, hogy elfogadják-e a jelölést, jegyzőasszony. Karsi Attila, Humán Ágazati Bizottság elnökét kérdezem első körben, hogy elfogadja a jelölést. Igen. Igen. Major Éva képviselőasszony kérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Jegyzőasszony, elfogadja a jelölést. Igen. Köszönöm, Urbáni Kléri Szilvia, itt van közöttünk, elfogadja a jelölést, és Mátyás Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója pedig e-mailen jelezte, hogy elfogadja a jelölést, és részt vesz, mint kulturális szakértő, mint kötelező bizottsági tag a pályázati meghallgatáson. Rendben, akkor kérdezem a képviselő testületet, hogy elfogadjuk ezt az előterjesztést, ezt az indítványt? Ki az, aki támogatja a bizottság felállítását ezzel az 5 fővel? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Egy hangon elfogadtuk. Köszönöm szépen. Így a második indítványunk a szociális bérlakása minősítés címet kapta, amelynek a lényege az, hogy 2021. április 30-al kialakítottunk a vasútút 2 szám alatt a volt földhivatal épületében 2 lakást, amelyet nyáron a fecske lakások lakásrendeletünk módosításának a beimplementálásával kineveztünk fecske lakásokká. Azonban egy olyan érdeklődő volt csak, aki megfelelt teljes mértékben a feltételeknek, de egyéb más külsős okok miatt visszaadták a lakást, jelenleg pedig 2 lakásunk üresen áll. Van nagyon sok 30 év alatti érdeklődőnk, akik bizonyos oknál fogva nem felelnek meg a feltételeknek, például, hogy nem ilyenek, minek mondják ezt, nem házastárs, hanem élettársi kapcsolatban, nincsen párja, de 25 éves, stb. És jelenleg nincs egyetlen egy olyan pályázunk sem, aki megfelelne a fecskelakás minősítésnek. Alapvetően én jónak tartom a fecskelakás rendelkezésünket, azonban látva azt, hogy abban most nincs előrelépés, nem szeretném azt, hogy üresen álljon a lakásunk. Ezt több bizottság ülésen is kifejtettem, hogy több tucatnyi várólistánk van szociális lakás esetében, és vannak olyan jelentkezők, akiknek oda tudnánk adni ezeket a lakásokat, ahogy jeleztem is a bizottság ülések. Így kérném arra a képviselőtestület tagjait, hogy ebben döntsünk, hogy a fecskelakások, az a 2 fecskelakásnak kinevezett lakást átminősítsük szociális lakásra, úgyhogy a fecskelakások lakásrendeletét nem módosítjuk. Kérdezem a bizottságokat első körben, hogy tárgyalták-e és hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel. Paul József, a Városfejlesztési Bizottság elnökének megadom a szót. Igen, a bizottság tárgyalta. És ugyanakkor szeretnénk azt is, hogy nevessük el valóban fecskelakás lehetőségét, továbbra is fent kellene tartani, és ha van lehetőség kialakítani 1-2 lakást, akkor
talán meg is kellene majd csinálnunk. Előtte viszont kellene valami kutatást végezni, hogy milyen igényre van rá, meg milyen kik jelentkeznének rá, akik valóban tudnák hasznosítani ezt a lakásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Előzetesen végeztünk valamilyen szinten piackutatást, hiszen nagyon sok érdeklődő volt, meg van is érdeklődő lakásokra, a fecske lakásokra is, azonban a bizottsági ülésen kifejtett okok miatt voltak, akik elbizonytalanodtak a fecske lakás kivételével kapcsolatban, vagy a határidők miatt, vagy a kötelező lakástakarék miatt, vagy egyéb más dolgok miatt, de nekünk az a célunk, hogy a fecske lakásoknak megfelelően kirepülnek majd belőle a fecskék 3-5 év múlva, így nem tudunk olyan szerződéseket kötni ebben az esetben, ami hosszú távú bérleti, ennél hosszabb távú bérleti szerződést jelent. Bízunk benne, hogy más környezetben, más lakásoknál, akár majd a 12 lakásos szociális lakások 24 utáni átminősítésével, egy-két lakásnak az átminősítésével tudunk biztosítani fiataloknak hosszú távon, vagy ezen az 5 éves távon is lakhatási lehetőséget, hogy megerősödjenek pénzügyileg. Kérdezem még a bizottságokat, illetve a képviselőtestület tagjait, hogy van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, amennyiben nincsen, akkor szavazásra bocsájtom. Ki az, aki támogatja a vasútút 2 alatt található fecske lakások, szociális lakásra való átminősítését? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Akkor egyhangúan elfogadtuk. Közben nézek jegyzőasszonyra, hogy a hivatalos írásban előterjesztett napirendi pontok végére írtunk, úgyhogy az indítványok, bejelentések között kérdezem először a képviselő testület tagjait, hogy van-e indítványuk. Biztos, hogy indítványi kérdés merült fel bennünk, ugye nem csak a sportközpont és művelődési központ pályázata zajlik, hanem a PAX gondozási központé is, és itt nincs biztos információnk arról, hogy új bizottságot kell-e felállítani, vagy hogyha új eljárásról van szó, vagy az előző végzi tovább a munkáját. Köszönöm szépen, igen, ez a bizottságülésen felmerült kérdés volt, és nem tudtunk egyértelmű választani. Így kérdezem jegyzőasszonyt, hogy a PAX Szállózatfejlesztő Gondozási Központ esetében, amit kiírtunk, egyszer pályázatot, ott megválasztottuk a bizottsági tagjait, majd visszamondtuk a pályázatot, és újra kiírtuk, hogy ilyenkor újra kell-e választani a bizottsági tagokat. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ugye a meghallgatás végző bizottság is egy adhok bizottság, és mindaddig, amíg nem végezte el feladatát, hiszen újra ki kellett írni a pályázatot, szerintem nem kell újra választani, hanem ők tovább végzik munkájukat, és ezt is el fogják bírálni előzetesen. És majd testület elé terjesztik decemberben mind a két pályázatnak a döntésre. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselő urat, hogy így megfelele akkor. Köszönöm. Szeretném még itt egy pillanatra kiegészíteni, hiszen elfelejtettem egy nagyon fontos információt, hogy mivel két vezetői pályázatot is írtunk ki, és mind a kettőnek a pályázati határideje lejárt, ezért minden képviselő számára hozzáférhető az összesen 5 pályázónak, a két intézményre 5 pályázónak a pályázata. Úgyhogy a polgármesteri hivatalban munkaidőben bármely képviselő át tudja nézni a pályázatokat, a bizottság tagjai természetesen hozzá fognak férni, és majd az előkészítési folyamán is rendelkezésekről fog állni a képviselőknek is, de a polgármesteri hivatalban meg tudják nézni a pályázatokat. Van esetleg indítvány? Kérdezem jegyzőasszonyt. Kérdezem a tanácskozási joggal jelenlévőket, szeretném megadni a szót Gulyásné Kalapos Mónika, PAX Szállózatfejlesztő Gondozási Központ intézményvezetőjének. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületi tagokat. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy az intézményünk lezárásra került, mert hogy az elváltottak közül 19-en fertőzöttek, és abban szeretném kérni a képviselőtestület segítségét, hogy az 556/2020-as kormányrendelet előírja, hogy bizonyos esetekben a nappali ellátás szolgáltatását szüneteltetni lehet. Ez fenntartói döntés alapján lehetséges. Most jelenleg működik nálunk a nappali ellátás, teljes mértékben el van szeparálva a bentlakási otthon részlegtől, de félő, hogy esetleg ők is elkaphatják a Covid-ot, ezért szeretnénk, hogyha
a képviselő testület hozna egy döntést, hogy szüneteltetnénk egy bizonyos ideig az ellátást számunkra. Köszönöm szépen az indítványt. Először is sok kitartást kívánok az intézmény mindennapjaihoz a következő időszakban, hiszen próbálom én is minden nap nyomon követni a folyamatokat, ami elindult lassan egy másfél hete, hogyha jól emlékszem. Most tartunk a 28 főből 19 fertőzöttnél, amilyen szempontból szerintem nyilvános adat lehet, de a legjobb információm szerint mindenki rendben van, mert mindenki beoltott beteg volt, 2 vagy 3 volt, 1 volt, aki nem volt beoltva, de ő is rendben van. Egy fő nincs beoltva 19 főből, mert neki az egészségi állapota miatt a házi orvos sem javasolja. A 19 főből 9 tünetes, a tünetekhez nagyon enyhék, orrfolyás, küszögés, enyhe hőemelkedés. Úgyhogy mindenki jól van. Csak pozitív, mindenki be van, vagyis 19 főből 18 főbe is van oltva, a 18 főből 12 főbe van 3-szor oltva. De reméljük, hogy hamar átmegy az intézményen. Annak körülhetünk, hogy kis intézményről van szó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a hónap végére megoldódik ez a probléma is. Köszönöm szépen. Minden ellátottnak jó egészséget szeretnék kívánni. A nem titok, hogy intézményvezető asszonnyal már előzetesen egyeztettünk itt a fenntartói jogkörrel kapcsolatos, az idősek napjai ellátását korlátozó vagy home office-ba helyező szolgáltatás felfüggesztéssel kapcsolatban, hiszen félünk attól, hiszen egy épületben található, a konyhában szoktak, az ebédlőben szoktak találkozni minden nap a nappali ellátásban lévő gondozottak, hogy jobb lenne, hogyha inkább házhoz szállításos étkeztetéssel biztosítanánk a következő 2-3-4 hetet, amíg az intézményen belül levonul ez a vírusjárvány. Bízunk benne, hogy már ez gyorsított folyamat lesz, így hogy ennyien be vannak oltva. Én arra teszek határozati javaslatot, hogy az 552/2020-as kormányrendeletre hivatkozva, mint fenntartói jogkörben függesszük fel az idősek nappali ellátását a Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központban visszavonásig. A visszavonás egy következő testületülés, egy rendkívül testületülés lesz, véleményem szerint, amelyben látjuk már azt, hogy zöld utat tudunk kapni. Előtte természetesen írásban tájékoztatjuk a képviselőket, ahogy szoktuk rendszerint. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van ezzel kapcsolatban kérdés. Amennyiben nincsen, akkor én szavazásra bocsájtom. Ki az, aki támogatja, hogy fenntartói jogkörben eljárva az 552/2020-as kormányrendeletre hivatkozva a Pax Hálózatfejlesztő Gondozási Központ idősek nappali ellátását felfüggesszük, úgy, hogy az intézmény napi kapcsolatot tart az ellátottakkal, és az étkeztetést házi házhozszállításban megoldja számukra. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki nem, ki az, aki tartózkodik, egyhangúan elfogadtuk. Kérdezem jegyzőasszonyt jogilag, hogy megfelele így. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van esetleg még indítvány? Amennyiben nincsen, akkor a bejelentések pontra térnék rá. Amennyiben megadják a lehetőséget, akkor egy pár bejelentést tennék, amit fontosnak tartanék első körben jelezni, hogy 2021. november 27 és 2021. negyedik adventjei karácsony előttig, minden adventi hétvégén, pénteken, szombaton vagy vasárnap, valamikor szombaton és vasárnap is természetesen karácsonyi vásárt és adventi programokat szervezünk, mint Encsváros Művelődési Sportközpont, Encsváros Önkormányzata és az Encsi Egészségfejlesztési Iroda. Mindenkit biztatok a járványhelyzetre való tekintettel, természetesen védettségi igazolvány mellett, hogy töltsük közösen, amennyire lehetséges az adventi időszakot. Nagyon sok programmal készülünk, gasztroadventtel, jégpályával, koncertekkel, bábszínházzal, adventi gyertyagyújtással, közös fadíszítéssel, forradborozással és forró teázással, hogy kicsit próbáljuk enyhíteni itt a vírus okozta stressz helyzetet és a távolságtartást betartva, de legalább közel kerülni egymáshoz a következő egy hónapban, és mindenkit nagy szeretettel invitálunk a Művelődési Sportközpont nevében is, illetve az Egészségfejlesztési Iroda nevében is. Szeretném bejelenteni, hogy 3 beruházásunk indult el, amelyet csak Facebookon kommunikáltunk.
Az első és számomra az egyik legfontosabb, bár mind a három fontos természetesen, a nyilvános WC-t alakítunk ki a város egyik központjában, az Éva cukrászdával szemben található városi galériában, amelyben jövő tavaszától kezdődően hétfőtől péntekig napi 8 órában nyilvános WC szolgáltatást tudunk biztosítani majd. Emellett felújítjuk a teljes galéria földszintjét, központi fűtést vezetünk be, klimatizáljuk, és folyamatosan nyitva tartó, napi 8 órában nyitva tartó kiállításokat fogunk szervezni jövő tavaszától, ami egy nagyjából összességében a gépészettel együtt egy bruttó 7-7,5 millió forintos beruházás jelent az önkormányzat saját költségvetése terhére. Sikerült elindítani a következő közbiztonsági feladatunkat is, amelyre régóta ígéretet tettünk. A MÁV aluljáróiban található közbiztonsági problémák, illetve környezetszennyezési problémák megelőzése érdekében engedélyezte a MÁV Start az önkormányzati tulajdonú térfigyelő kamerák elhelyezését. Ezt a pénteki napon elindítottunk, az erre rendelkezésre álló karat nagyjából bruttó 700 ezer forint, és bízok benne, hogy december közepéig végéig három kamerával tudjuk a közbiztonságot javítani, illetve a környezetszennyezést megelőzni a MÁV területein. A harmadik a napokban indult beruházásunk, a Petőfi 77/A lakások után a Petőfi út 79/A lakások energetikai felújítása, szigetelése is elindul, bruttó 11,8 millió forint értékben, legkésőbbi határidő 2022. január 31, amennyiben nem szól közben a rossz idő. Emellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne csak én tegyek bejelentéseket, hanem lehetőséget adjak arra, hogy a képviselőtestület tagja is bejelentésekkel éljenek. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van esetleg bejelentésük. Első körben megadom Karsi Attila képviselő úrnak a szót. Köszönöm szépen. Egy tájékoztatást szeretnék adni szintén a bizottság munkájáról. Bursa Hungárika felsőoktatási ösztöndíj beadási szakasza lezárult. Összesen 50 A-típusú és 10 B-típusú pályázat érkezett. Az A-típus a már alapképzésüket befejezett mesterképzésben résztvevő hallgatókat jelenti, B-típus pedig jelenleg utolsó évfolyamos középiskolai tanulók. Ez a 10 ez meglehetősen csekély szám, de az előző évek nagyságrendjének megfelel. Így referensasszony kiszámolta, hogy körülbelül, ha marad, és ez volt a bizottság döntése, hogy maradnak az összegek, azaz a rászorultsági kategóriánként havi 10, 8, 6 és 4 ezer forint, amit az állam megdupláz, ebben az esetben 1 millió forintos keret durván az, ami megmarad az erre szánt költségvetési összegből. Javasolja a bizottság, és erről nyilván majd később születik indítvány, hogy ez egy új, már régebben szóba kerülő ösztöndíjrendszer alapját képezze, amit a jövő évben esetleg el tudunk indítani, és ezt a bizottság magára is vállalta, hogy ennek a feltételeit kidolgozza. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestület tagjait. Pau József képviselő úrnak adom meg a szót. Egészségügyi központból, illetve a orvosi rendelőkből jött egy jelzés, hogy valahogy hogyan tudnánk nekik segíteni, hogy egy beteg gyerekkel nagyjából hatan mennek be, hat kísérővel, és nem hallgatnak, és nem hagyják el a helyiséget, hogy ebbe az önkormányzat hogyan tudna nekik segíteni, esetleg közterület felügyelő, vagy valakit nem lehetne délelőttönként oda irányítani. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a szakrendeléseket érinti, vagy az orvosi ügyeleti ellátást érinti? Szakrendelés. A szakrendeléseket érinti? Mindenképpen lehet segítséget kérni a polgárőrségtől és a közterületfelügyelettől. Akkor én testületi jegyzőkönyvbe vétetve természetesen jelzem a közterületfelügyeletnek, hogy a következő két hétben délelőtönként egy-egy fővel egy pár órára legyenek ott helyben, legyen egy telefonszám megadva, amit esetleg a TEK munkatársai elérhetnek, hogyha ilyen problémát tapasztalnak. Azonban én, bár magánvéleményem, hogy ez inkább az északi ügyeletellátásnál szokott problémát jelenteni, de nincs most személyes tapasztalatom a délelőtti szakrendelésekkel kapcsolatban. De köszönjük szépen a jelzését, és akkor próbálunk segíteni, amiben problémát jelent ez. A képviselőtestület tagjai felé még esetleg, amennyiben nincsen bejelentés, fordulok a tanácskozási joggal jelenlévő munkatársaink intézményvezetők felé. Van-e bejelentés? Amennyiben nincs bejelentés, és nem hagytam ki semmit a mai testület ülésen, akkor szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétet.
a mai testületi ülést lezárom. Jó egészséget szeretnék mindenkinek kívánni, és akkor legkésőbb egy hónap múlva találkozunk ugyanitt. Viszontlátásra!